Hatodik rész. Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokasságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és asztalok körül szolgáljunk. Választhatok azért, atyám fiai, ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában, és tetszéke beszél az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szent szellemmel teljes férfiú volt, Filepet, Prokoruszt, Nikánort, Timont, Pármenászt és Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelitus volt, kiket állatának az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték. És az Isten igéje növekedék, és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, amely a szabadosokénak, cirénabeliekének, alexandriabeliekének és Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek vala. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a szellemnek, mely által szól vala. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondának, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat, és reá rohanván magukkal ragadták őt, és vivék a tanács elé. És állatának hamis tanúkat, kik mondának. Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondotta, hogy a názareti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. És szemeiket reávetvén a tanácsban ülők mindnyájan olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.